Kedves barátaim, a Gitin traktátus 85-ös lapja fog következni, de mielőtt a 85-ös lapra rátérnénk, még a 84-es lap végén tartunk, és ennek a tematikáját fogjuk most megkezdeni. Itt most a mai siúr, lehaim, lehaim. Meg tudjátok nézni, hogy a hang jó-e? Rá tudsz nézni? Szóval ma reggel a... Szia, Bruno! Aki késik, nem múlik. Látod, Pisti, rá nem igaz az, hogy aki későn, az egyszerre jön ki. Oké. Kiválóak vagyunk, köszönöm szépen. Tehát még egyszer jó reggelt kívánok, kedves barátaim, a Gitin traktátus 85-ös lapja következik, a 84-es lap végén tartunk, és erőre szeretnék mindenkit megnyugtatni. Most még itt az eleje egy kicsit complicated lesz, kicsit komplikált, de utána egy kicsit lazább vizekre fogunk kevezni. Már nem a tematika tekintetében, hanem a érvelés technika tekintetében. A Mistánk a következőt mondta. Kasszol beszajjai. A Mistánk arról beszélt, hogyha egy get olyan feltétele lett átadva, hogy valakire nem vonatkozik a válás. Tehát azt mondta, el vagy tőlem válva, ki, és minden férfére szabad vagy, kivéve Schwarz. Ugye azt mondta, ez nem egy jó ötlet, ez nem működik, legalábbis a bölcsek szerint nem működik, Eli Rabbi Lezer szerint igen, de a bölcsek szerint nem, újra kell adni a getet. Majd aztán azt mondta a Misna, mi van akkor, hogyha beleírta a getbe azt, hogy kivéve Pisti. Mert el vagy tőlem bálva, minden emberre szabad, kivéve Pistire. Akkor mit lehet csinálni? Semmit. Az a get az már nem jó, nem lehet kitörölni és újraadni a getet, vagy ilyesmi, ez nem jó. Most ennek kapcsán tanulunk egy brájtát a 84-es lap végén. Tanul rabban an kalatna impaiszli me get, divre rebi. Ha hamim emlin kol se paszul al pe, paiszel al pe, paiszel be kszáv. Kol se inna paiszel al pe, inna paiszel be kszáv. Azt mondtuk egy brájtában. Rebi azt tanította, hogy minden feltétel, ami a getben van, ha bele van írva a getbe, akkor az a getet érvénytelenné teszi. A bölcsek mit mondtak? Csak azok a feltételek teszik a getet érvénytelenné, amelyek érvénytelenné tennék, ha szóban mondaná. De azok a get feltételek, amelyeket szóban elfogadhatóak, még nem teszik érvénytelenné. Érvénytelenné a getet, azok a feltételek írásban sem teszik érvénytelenné a getet. Ugye mit mondtunk? Alapvetően például szóban mi a különbség, mi az a úgymond feltétel, ami mindenképp érvénytelenné teszi a dolgot, és mi az, ami nem teszi mindenképp érvénytelenné a dolgot. Mit mondtunk? Ha a férj úgy fogalmaz, legyél tőlem eldálva, mindenkire nézve legyél szabad, kivéve Pistire, az egy súlyosabb probléma, mint hogyha úgy fogalmaz, legyél tőlem elválva, mindenkire nézve legyél szabad, azzal a feltétellel, hogy nem mész hozzá Pistihez. Ugye miért? Mert amikor azt mondja, hogy Pisti, hogy mindenkire legyél szabad, kivéve Pistire, akkor az egész feloldás a köztük levő köteléknek, aminek a lényege az, hogy mindenkire szabaddá váljon, az nem egy teljes körű feloldás, az egy visszatartás. Visszatart valamit még abból a kötelékből, ami közte és az asszony között volt, és ami letiltotta a világ összes többi férfiára nézve, abból ő most visszatart egy keveset, már ami a Pistit illeti. Amikor viszont azt mondja, hogy álmenász, azzal a feltétellel, hogy nem mész hozzá Pistihez, akkor ebben az esetben ő nem azt mondja, hogy ne legyen teljes a válás, hanem van egy feltételem, ugyanúgy, hogy van egy feltételem az, hogy nem fogsz megenni 10 kiló almát. A legbutább feltételhez is lehet kötni egy jogcselekményt, így egy válást. Akkor itt ő ehhez köti. De ez nem azt jelenti, hogy azért, mert ne lenne teljes a kötelék elvágása. Ugye, ami azt jelenti, hogy ez a helyzet akkor, hogyha szóban mondta, amit mondott. Mit mond most a vita Rebi és a bölcsek között? Levi azt mondja, lehet, hogy szóban, amikor úgy fogalmaz, hogy azzal a feltétellel, hogy
az még elmenne, de írásban nem megy el. Írásban nem. Írásban bármit beleír a getbe. Nem csak akkor, hogyha azt írja bele, hogy legyél tőlem elválva, és legyen minden férfél szabad, kivéve Pisti, hanem akkor is, hogyha úgy fogalmaz, legyél tőlem elválva, és legyen minden férfél szabad, azzal a feltétele, hogy nem mész hozzá Pisti, ez mind a két eset rossz. Mert ha beleírja a getbe, az sokkal súlyosabbá teszi. Mit vannak a bölcsek? Azt mondják, nem, nincs különbség. Ami a szóbeli szabály, az az írásbeli szabály. Kolse passzolál pe, pajszolál pe, pajszolál. Minden olyan eset, ami szóban érvénytelné tenni a getet, az írásban is érvénytelné teszi a getet. Ami nem teszi írás, szóban érvénytelné, nem teszi írásban sem érvénytelné. Chutz se pajszolál pe, pajszolál. Ha úgy fogalmaz, hogy azon kívül, hogy Pisti, Pistin kívül, akkor az érvénytelné tenné szóban, akkor ugyanúgy érvénytelné teszi írásban. Álmanásse, én ne pöjszelál pe, én ne pöjszelök szál. És viszont azzal a feltétellel, hogy nem mész hozzá Pistihez, az nem teszi érvénytelné szóban, akkor az nem teszi, nem teszi érvénytelné írásban sem. Eddig stimmel? Egyszerű volt, nem? Most fog bonyolulni. Tegnap tanultuk, hogy minden szerződésnek van egy bianco része, egy űrlap része, és van az érdemi része. A toiref és a toifes. A kérdés, ugye, mondjuk azt, hogy ez valahogy úgy van, hogy a szerződésben van egy mondjuk egy ilyen preambulum, egy ilyen felvezető rész, meg megnéztek majd szerződést, hogy nézzük egy szerződést. Van egy preambulum, tisztázzák a fogalmakat, stb. Utána van az érdemi rész, és utána van megint egy ilyen levezető rész, titoktartás, blablabla, ilyesmi a végén. Most. A kérdés az lesz, hogy amit most pedzegedni fogunk, amihez hasonló kérdés, tegnap már pedzegettünk a siúr végén, de már valószínűleg mindenki fáradt volt, hogy amikor beleírok valamit a getbe, a szerződésbe, akkor van-e különbség a között, hogy még az érdemi rész beírása előtt kerül bele, tehát hogy az így ezáltal az érdemi rész részévé válik, vagy az érdemi rész után írom bele. Miért? Mert az érdemi rész előtt írom bele, az azt jelenti, hogy az egész szerződés, ha olyan dolgot írok bele, ami érvénytelenítene, ami problémát jelentene, és az érdemi rész előtt írom bele, akkor eszenciálisan teszi, csapja oda az egészet, mert az egész rossz bázison áll. Ha a végén van a szerződésnek valami, amikor már túl vagyok az érdemi részeken, és ilyen levezető blabla szöveg van, és abba beleírok valamit, akkor az akár nem érinti az érdemi részét. És ezért esetleg más megítélése van a érdemi rész előtt és az érdemi rész után. Tehát itt van mondjuk egy szerződés. Itt van a blabla szöveg. Utána jön az érdemi rész. És utána jön megint blabla szöveg. Ugye az érdemi részt úgy hívjuk, hogy a blabla szöveget úgy hívjuk, hogy toifes, tofes. Az érdemi részt úgy hívjuk, hogy toref. Oké? Okay? Tehát akkor ez az érdemi, a sárga. A fehér az a bianco. Most. Ja, mit akarunk most mondani? Hogy ez az egész probléma, amiről a bölcsek és Rabbi vitatkoz, Rabbi Zeira szerint, az, hogy egyáltalán fölmerül, hogy egy olyan feltétel is érvénytelenné tegyen egy getet, amit ha szóban mondana, nem tenné érvénytelenné, ugye, mert ezt mondja Rabbi,
Ezt mikor mondja? Akkor, hogyha ebbe a részbe került beleírásba. Tehát ez a vita szerinte erről szól. Hogyha idáig került valahova bele a szövegbe, akkor az érdemben változtatja meg az egészet, és ezért mondja azt Rebi, hogy az egy sima feltétel is például érvénytelen. Viszont, ha azt mondja Rebi Zeira, ha nem ide tenné, hanem ide, akkor mindenki szerint jó lenne. A bölcsek szerint is, természetesen, és még Rebi szerint is. Oké? Okay? Tehát akkor. Ez alapján most gyorsan csinálunk egy táblázatot, hogy Rebi Zeira szerint hogy néz ki a történet. Kicsit komplikált táblázat lesz. Tehát, amikor beleír valamit a getbe, arról beszélünk. Ha beleír valamit, ami visszatartás, vagy beleír valamit, ami csak egy feltétel. Van Rebi, és vannak a bölcsek. De mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hogy bármit ír bele a getbe, az érvénytelné teszi a getet. Mindegy, hogy az egy visszatartás. A visszatartás az, amikor azt mondja, hogy Pistin kívül, legyél tőlem elválva Pistin kívül, vagy akár egy enyhébb dolog, mint egy feltétel, amikor azt mondja, legyél tőlem elválva azzal a feltétel, hogy nem mész hozzá Pistin, ez mind a kettő nem jó. Mit mondanak a bölcsek? Ez nincs így. Ami szóban érvénytelni tenni a getet, az érvénytelni teszi, ami nem teszi szóban érvénytelni, az írásban sem teszi. Tehát a visszatartás az valóban érvénytelni teszi, a feltétel az nem teszi érvénytelni. Oké? Okay? De mit mond erre Rabbi Zeira? Azt mondja, igen, de itt különbséget kell tennünk, hogy hol írta ezt bele a szövegbe. Szerintem ez az egész vita, mondja Rabbi Zeira, a lényegi rész előtt van. Tehát, hogyha most megnézitek, akkor ide ezt be fogjuk számozni, az ez lesz az egyes, és ez lesz a kettes. Hát mit mondott? A vita hol van? A lényegi rész előtt. Tehát az egyesnél. Az egyesnél, ha a lényegi rész előtt van, és ezen a lényegi rész részévé válik a beleírás, ott mondja azt Rebi, hogy még a feltétel is érvénytelen. De, hogyha a lényegi rész után beszélnénk, akkor Rebi is egyetértene, hogy a feltétel az rendben van. És akkor így néz neki a táblázatunk. Oké, okay, és stimmt? Tehát akkor ez alapján kicsit lekicsinyítjük a... Remélem, hogy a kedves nézőink számára is látható az, amit itt csinálunk. Tehát, mit mond Rabbi Zeira? Azt mondja, hol volt a vita Rebi és a bölcsek között? Akkor, amikor a beleírás az még az érdemi részben van. Akkor Rebi nagyon szigorú, és azt mondja, hogy amúgy különben a feltétel az nem lenne érvénytelenítő tényező, csak a visszatartás lenne érvénytelenítő tényező. És a bölcsek azt mondják, hogy nem, szerintünk a továbbra is a feltétel nem visszatartó érvényező, tényező, csak a visszatartás. De hogyha a Bianco részbe írta, az érdemi rész után, akkor mindenki egyetértene, nézzétek meg a kettesnél, mindenki egyetértene, hogy a feltétel az nem érvénytelenít. Oké? Okay? Ez Rabbi Zeira véleménye. Ugye, hogy milyen egyszerű egyenlőre? Gábor. Ennél egyszerűbbet el sem lehetne képzelni. Divre Rabbi.
Umes nissen de tani kasfu, wo kim no bechutz, aber almen as lei passim, i bei sem un ifne teure, fer abonam, i bei sem lacha teure, fer di vrake. Most ugye mi volt a mimisnánk? A mimisnánk mit mondott? Hogy hogyha beleírta a getbe, akkor a get érvénytelen. Ő csak ilyen egyszerűen mondta. Akkor a get érvénytelen. Akkor ő mire gondolt? Ja, és miről szólt a misnánk? A misnánk az a visszatartásról szólt, ugye, ahogy ez korábban már tisztáztuk. És azt mondja, hogy a beleírt érvénytelen, akkor kétféle lehetőség van. Vagy az egyesről beszélünk, tehát a beleírt az azt jelenti, hogy az érdemi rész előtt beleírt, és akkor akár rebi, akár bölcsek véleménye szerint megfelel a misna, vagy a beleírt az a pillanat. Így vagy szerintem, hogy nem jössze lákára a törjebb dirákkal, így vagy szerintem, hogy a törjebb fel a banan. Mit mond a misna? Igen. A misnánk mit mondott, hogy a visszatartásnál nem jó a get, tehát ha beleírta, akkor nem jó a get. De miről beszélt a misna? A visszatartásra. Akkor ezek szerint a feltételes az jó. Ha a feltételt írta bele, az jó. Akkor ezt hogyan lehet értelmezni? Vagy a toiref után, az érdemi rész utáni beleírásról van szó, és akár Rebi szerint, akár a bölcsek szerint jó, vagy a Toiref előttiről van szó, és akkor viszont csak a bölcsek szerint jó. Ez lesz Rabbi Zeira véleménye. De Rave másképp értelmez az egészet. Rave a mármach lajkesz láchen a Toiref. Hogy tudjuk ezt csinálni, hogy ez látható legyen még? Most jön Rave. Akkor lesz egy ugyan, tehát Rava véleménye. Ez volt Rabbi Zeira, ez Rava. Ugyanígy beleír. És mit mondunk? Hogy van egyszer egy Rebi, és vannak a bölcsek, és van a visszatartás, és van a feltétel. És mit mond, ő szerintem miről van szó? Mit mond Rabbi Zeira, hogy a vita melyik részről szólt, akkor, amikor az érdemi részbe került bele? De ha nem az érdemi részbe került volna bele, akkor mindenki egyetértene, nézzétek meg a kettest, akkor mindenki egyetérte, hogy a feltétel az még elmegy. Ő azt mondja, nem, pont fordítva, szerinte szigorúbb a helyzet. Szerinte, amikor Rebi azt mondta, hogy nem jó, akkor ezt mire mondta? A nem érdemi részre, az érdemi rész utánra. És a bölcsek mit mondtak erre a nem érdemi részre, a kettesre, hogy szerintük a feltétel az még jó, de a természetesen a visszatartás nem jó. Akkor viszont ebből az következik, hogy az egyesnél, ami viszont az érdemi rész, ott mindenki egyetértene, hogy nem jó. Ha pedig így van, akkor a misnánk, aki azt mondta, hogy a visszatartás az a nem jó, de a feltétel az jó, az csak egy variáció szerint tud működnek felel meg, hogyha a bölcsek véleményét követi, és az érdemi rész utáni dologról van szó. Mert azt szerint jön csak ki, hogy a feltétel az jó. Oké. De Rave amár mach loikas lachna a tajrev, de Rebi szavág az önatul ifne a tajrev, van szami loikas önatul ifne a tajrev. Rave szerint a vita a Rebi és a bölcsek között az az érdemi rész utániról szól, hogy a Rebi azt mondja, hogy az érdemi rész után is még a feltétel nem jó, mert mi letiltjuk a feltételt is, azért, mert a visszatartás nem jó. A bölcsek pedig azt mondják, hogy nem, az érdemi rész után azért már nem tiltjuk le a feltételt. Ával lifne a tajrev, divre hákkal passzul, de a érdemi rész előtt mindenki szerint érvénytelen. Umas nisztendek tánik kaszvövel kimna behúc, és a mi misnánk, amelyik
amely azt mondta, hogy ha beleírták, akkor az nem jó, de azt úgy értelmeztük, hogy az csak a visszatartásról szól, tehát a feltétel az jó, akkor az melyikről szól? Láhra töjre fel a banoni. Az csak az érdemi rész után és a bölcsek álláspontja szerint, ami be is van karikázva mögöttem. Oké, még egy pár sor, ami ide tartozik. Tanja vodra bábink medra bizéra kasszav getált náj. Livrakkal passzul. Tanultuk, hogy azt mondta Rabbi Ávin apja Rabbi Zére előtt, kasszav getált nája, valaki írt egy getet feltételes módban, livrákkal passzul, akkor mindenki szerint nem jó. Tehát ha valaki írt a getbe egy feltételt, az senki szerint nem jó. Livrákkal passzul? Valami flök palig? Ez nem igaz, ne? Nem mindenki szerint passzul. Nem mindenki szerint érvénytelen. Most mondtuk, hogy Rabbi és a bölcsek között vita van. Ele éjma livrákkal kasse. Nem, bocsánat. Mindenki szerint jó. Hogy tud mindenki szerint jó lenni? Hogyha a kettesről van szó, tehát az érdemi rész után megnéztek az első táblát mögöttem, a kettesnél mind Rebbi, mind a bölcsek szerint pipa van. Mindenki szerint jó? Aha, oké. Okay. Léma réze passzol de Rebbi. Azt mondta, hogy miért ezt válaszoltad, miért nem azt válaszoltad, hogy most módosított a szövegen. Először azt mondta, hogy úgy hangzott a tanítás, hogy mindenki szerint rossz. Azt mondta, hogy nem, mindenki szerint jó. Ehhez mondhatta volna azt is, hogy Rebbi szerint rossz. És akkor kijelentett volna az is, hogy az egyesről van szó. Ami kijelentett volna úgy is, hogy a egyesről van szó. Tehát az érdemi rész előttről. Azt mondta, Talmud Ivrákról Asznia. Asznia kasserbe passzul, Michleflé, Haréze, Divirá, Köllöi, Michleflé. Ez nagyon egyszerű. Azt, hogy... Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Éhid, ami lákra többi, mert... Á, igen. Azt, hogy mindenki szerint jó, azt fölcserélhetik, elírhatják arra, hogy mindenki szerint rossz. Azt lehet, hogy ott van egy szöveghiba. De azt, hogy valaki szerint rossz, vagy mindenki szerint rossz, azt nem cserélik föl, és ezért nem így korrigálta a szövegrészt. Kedves barátaim, Mishnához érkeztünk, és ahogy ígértem, most egy kicsit lájtosabb dolgokról lesz szó. Vagy nem lájtosabb dolgokról, de könnyebb érveléssel. Van valahol egy zsebkendő? Köszönöm szépen. Mishna. Ha réját mutáreztek a ladom, el a le abba u levih. Ugye tegnap azt mondtuk, köszönöm szépen. Köszönöm. Tegnap arról volt szó, hogy valaki azt mondja a felségek, legyen tőlem elválva, legyen mindenkire szabad, kivéve Pistit. Az jó? Az egy jó get? Még egyszer, valaki azt mondja, legyen tőlem elválva, legyen mindenkire szabad, kivéve Pistit. Működik az eget? Nem működik, helyes. Mi van akkor, hogyha olyan embert nevez meg, akivel amúgy se házasodhatna? Azt mondja, legyen mindenkire nézve szabad, kivéve az apádat. Kivéve az apámat. Az én apámat, a te apádat. Hát réját mondta ezt a halom, el a lába, ula a vih. Legyél mindenkire szabad, kivéve az apámat, vagy az apádat, vagy a testvéremet, vagy a te testvéredet, a szolgánkat, a pogányt, hol a hal mi se én lakidusin, és bárkit, akivel amúgy sem házasodhatna. Ugye most itt nem egyszerűen arról beszélünk, hogy nem házasodhatna, hanem nem is jönne létre a házasság intézménye. Tehát valaki az apjával házasodik, az nem csak egy bűnt követel, a házasság nem jön létre, nem kell elválni. Ugye van olyan tiltott házasság, és később erről lesz szó, aminél tiltott a házasság, de a házasság létrejön. Tudtok ilyet mondani? Mi az a házasság, ahol tiltott házasság, de érvényes? Mondjuk a kohén és az elvált nő. Oké? Okay? De most nem erről van szó. Most egyenlően még arról van szó, amikor a házasság létre se jönne. Ha egy ilyen viszonyra mondja azt, hogy azt visszatartom a getből, akkor az nem visszatartás, mert amúgy sem házasodhatott volna. Tehát azt mondja, hogy legyél tőle elvált, de mindenki a szabad kivéve az apádat,
Az action. Hát ki van az apám? Hát persze, az apám amúgy házasodhatnék. Tehát akkor az a get érvényes. Hiába formailag úgymond visszatartott, de érdemben nem tartott vissza semmit, mert amúgy sem tudna vele házasodni. Ha viszont azt mondja, hogy hát, mint lesz, ha ladam, elállman önök, ha én gondolom, és ha lucidok, én együtt mámzerem, hogy szülön, és szabad, szóval mámzerem, azt mondja, hamis, és talán kidusan, filó, a veire, passzol. Ha viszont azt mondta neki, legyél tőlem elválva, és legyen mindenkire szabad. Kivéve, mondjuk, egy kohénra. Egy elvált nő amúgy házasodhatna egy kohénnal. Na, de a házasság létrejönne, ha házasodna. Akkor a... Nem, lenne hupe vagy sem, azt ők döntik el, de, ez egy, de létrejön a házasság. Egy elvált nő hozzámegy egy kohanitához. Lehet, hogy egy bűnt követel, és szét kell válniuk, de például kell getet adni, el kell válniuk. Ha valaki hozzámegy az apjához, akkor nem kell getet adni, csak azonnal azt váljanak szét, de nem kell getet adni, mert létre se jön. Nem tapad meg a házasság. A kohén és az elvált nő között megtapad a házasság, tehát el kell válni. Most, hogyha én azt mondom, legyél tőlem elválva, kivéve, és legyen mindenkire szabad, kivéve az apádat, akkor az nem egy visszatartás, mert az apáddal létre se tudna jönni házasság. De azt mondom, legyél tőlem elválva, kivéve Kont, akkor az már visszatartás, mert bár Konnal ő nem házasodhatna, de ha házasodna, akkor létrejönne a házasság. És ugyanígy igaz ez az összes többi esetre, és itt felsorolta az összes esetet, ahol a házasság tilos, de érvényes lenne. Egy ilyen viszonyt tart vissza, akkor az nem egy érvényes get. Tehát ez lehet az, hogy legyél mindenkire szabad, kivéve egy kohanitára, legyél mindenkire szabad, itt egy özvegyről van szó, akkor kivéve egy főpapra, legyél mindenkire szabad, kivéve egy mámzerre, egy netinára, egy esitel. Minden olyan esetben, ahol a házasság ugyan tilos, de létrejönne érvényesen, arra, ha azt visszatartja, akkor az visszatartásnak számít, és a get érvénytelen. Oké, eddig tartott a misna. Azt mondja erre a Talmud, klalla de reis, lászúja sájhrivesz, klalla de szép, lászúja sájhrivesz, lábi. Az, hogy a misna eleje, amelyik a olyan tiltott házasságról szól, amelyek létre se jönnek, annak az elvét elmondta, azt azért mondta el, mert ez ki akarja terjeszteni az összes ilyenre. Ugyan példaként csak az apát, meg a fiút, meg az apát, meg a gyereket, meg az apát, meg a testvért mondta, az én testvérem, a te testvéred, a te apád, az én apám, de még számos ilyen közvetlen rokon van, akivel létre se jönne a házasság, akkor az összes ilyenre kiterjesztendő, értendő az egész. És ugyanígy a második része a misnának, amelyik meg azt mondja, hogy a visszatartás mégis visszatartás, mert ugyan tiltotta lenne a házasság, de mégis érvényesen létrejönne. Önnál pedig ezt az alapelvet az összes többi hasonló, enyhébb tilalmú házasságra kell kiterjeszteni. Oké. Kérdés következik. Van minél Rav Merab Nachman. Chutz Miki Dusse Katan Mau. Nagyon érdekes kérdés. Még egyszer. Mi volt a misna alapelve? Kezdjük a még az előző misnával. Ha én azt mondom a feleségemnek, legyél tőlem elválva, kivéve Pistire nézve, tehát Pistire nem vagy szabad, akkor ez egy érvénytelen get. Ezt nevezzük visszatartásnak. Visszatartom a kapcsolatot, nem engedem el teljesen a feleségem. Erről jött a mostani misna, és azt mondta, hogyha az a személy, akire visszatartom, az egy olyan személy, akivel amúgy se tudna házasodni, mert olyan erős a tilalom, hogy a házasság létre se jönne, akkor az lehet, hogy formailag egy visszatartás, de gyakorlatban nem, és ezért a get érvényes. Tehát, hogy én azt mondom, legyél mindenkire nézve elválva, kivéve az apádat, és kaja, az apámmal amúgy se tudnék házasodni, tehát akkor az nem egy számít visszatartásnak, tehát a get érvényes. Most olyan esteket fogunk mondani, akivel jelenleg nem jönne létre a házasság, de a jövőben esetleg létrejöhetne. Milyen példa van? Egy kiskorú fiú nem tud házasodni jogilag. Nem, az ő házassága nem tud érvényesen létrejönni. Tehát ha én azt mondom, legyél mindenkire nézve elválva, kivéve a Mendire, aki még nincs 13 éves, akkor most mi van? Ez olyan, mint az apádra, ahol nem jön létre a házasság, tehát nincs, ez nem visszatartás. Azt mondja, nem, most nem tudna házasodni a Mendivel, de 3 év múlva már igen, akkor esetleg egy másik helyzet.
Ba, minél Rav Nachman, Hutz Miki Dusse, Katmau, azt kezdte Rav Nachman, mi a helyzet a kiskorúnak az esetével? Mi a minden hásta, mi a láv bár havája, hogy Dilma azt jelek lala havája? Mondjuk-e azt, tudunk úgy érvelni, hogy jelen pillanatban ő nem tudna házasodni? Tehát akkor ez egy olyan eset, mint az apád esete. Vagy mondjuk azt, hogy most ugyan nem tud házasodni, de egyszer majd fog tudni, hiszen ha majd nagykorú lesz, akkor fog tudni. Amen lejteni szóak tánom izgeresed miktusia vaja, a máj vába innen mi acva vajsza, el alszilek áll ha vaja, ha nem, alszilek áll a vaja. Azt mondta neki rám, nekem figyel, tudod mi a válasz? Van egy szabály, hogy kiskorú lány a Tóra szabálya szerint tud házasodni. Hogyan? Az apja révén. Egy kiskorú lányt a Tóra szabálya szerint az apja kiházasíthat. Azt másképpen a rabik ezt természetesen megtiltották, de elviekben ez jogilag működhetett. Ha az ap, amikor elvál a lány, akkor az apja veszi a várólevelet. De ha az apja meghalt, és a lány még kiskorú, akkor a lány veheti át a várólevelét. De hogy veheti át a várólevelét? Még kiskorú. Mi az oka ennek? Hogy ugyan most még kiskorú, de egyszer nagykorú lesz. Akkor ugyanúgy, ahogy ott átveheti a várólevelét, hiába most még kiskorú, akkor ugyanígy ezt az érvet lehet itt mondani a kiskorú fiúnál. És azt lehet mondani, hogy figyelj, lehet, hogy most nem tud házasodni, de majd fog tudni egyszer házasodni, és ezért, hogyha róla szólt a visszatartás, az igaz is visszatartásnak számít, hiába most még nem tudna létrejönni házasság, ez nem olyan, mint az apáddal, akivel soha nem fog tudni létrejönni, a jövőben esetleg vissza létre tud jönni. De jövőben esetleg létre tud jönni, és ezért ez visszatartásnak számít. Láttam egy ilyen izraeli humoristát, nagyon vicces volt, azt mondja, mentem a múltkor a unokaöcsémmel, kis 5 éves fiú, a bevásárlóközpontban, és odajött egy nő, és azt mondja, jaj, de szép vagy, kisfiú, jaj, de szép vagy, alig várom, hogy megnőjél, és majd visszajövök érted, és jaj, de cuki, mit tudom én. Szóval képzeljétek el ugyanez egy lányjal. Mennék a unokahúgommal, és odajönne egy férfi, egy 40 éves férfi, és azt mondja, jaj, de szép vagy, mert visszajövök érted. Azt elfogadnák? Ez teljesen el van fogadva, az nincs. Akkor itt is ugye miről hasonló a helyzet. Azt mondja, majd most még nem lehet vele házasodni, mert még kicsi, de majd visszajönök érte, majd már nagy lesz. És akkor erről is, itt van, itt is erről van szó, azt mondja, ha majd nagy lesz, akkor mégis létre tud jönni a házasság. Oké. Új kérdés. Hutz min a noldim máu. Akkor tovább fokozzuk a kérdést. Azt mondja a feleségének, legyen mindenkire nézve elválva, legyen mindenkire szabad, kivéve Mancika gyerekeire, akik majd a jövőben fognak születni. Még nem meg se születtek. Akkor ez visszatartás vagy sem? Most ilyen pillanatban senkire nézve nincs visszatartva. De lehet, hogy a jövőben lesz olyan, aki meg fog születni, akire nézve vissza lesz tartva. Vagy ha általában mondja, bárkire, aki a jövőben születik. Máu. Hásta, milyen lo iszi áldé, dimma, azt hiszem, iszi áldé. Most ezek nincsenek itt. De lehet, hogy a jövőben lesznek. Akkor most visszatartás, vagy nem visszatartás? Amen le, tenni szó le, ebbe de le, evet kell havim, imi szem, evet kell havim, nem javidom, mi gáj, hának le, gőlő, gáj, nem a gáj. Azt mondja, tudod, mi a válaszom? A misna felsorolásában ott volt az apa, az apám, az apád, a testvérem, a testvéred, és ott volt még az kánálit, a szolga, és a pogány. Ugye ezekkel, egyek közül egyikkel se tud létrejönni házasság, és ezért az nem visszatartás. Akkor itt se visszatartás. Miért? Mert még nem született meg. Mi nem született meg, azzal nem. Azt mondja, van egy nagy különbség. Bocsánat. Még nem született meg? Ugyanúgy, ahogy a pogánynyal nem tud létrejönni a házasság, ugyanúgy, hiába a jövőbe esetleg be tud térni az a pogány. Ha betér zsidónak a pogány, akkor létre tudna jönni vele a házasság, akkor ez mégis visszatartás kell, hogy legyen. De mégsem az, mert mit mondom, az, hogy majd később betér, az nem most probléma. Ugyanígy itt is, most még nem született meg a gyerek, tehát akkor ha majd a jövő megszületik, az nem probléma. Azt jelenti, ez nem ugyanaz. Ebben bevéke havim, lávli gújri káme, hanli szüle káme. Egy pogánynál és egy szolgánál nem tipikus, hogy betérnek. És ezért ott azt nem fogjuk azt mondani, hogy ez visszatartás, mert mégis a jövőben lehet, hogy be fognak térni. Az, hogy szülessenek gyerekek, az egy tipikus dolog. Tehát akkor ez nem lehet egy kalapban említeni. Megyünk tovább. Következő kérdés. Hucmi bálachois a máu.
Van egy szabály, hogy tilos két lánytestvérnek, ugye, amikor még volt több nehűség. Két tilos két lánytestvérnek egy férfi feleségének lenni, ugye? Ma, ugye, amikor nem megengedett a többnehűség, ez abban a szempontból érvényes, valakinek a felesége től elvált, akkor nem veheti el a felesége te lánytestvérét. Ugye? Nem lehet két lánytestvér, nem lehet egy férfi feleség. Egy férfinek a felesége. Egy kivétel van. Így van, ha meghal. Ha meghal, akkor lehet. Például az Eric Sharon, ő neki a Lili, az a előző feleségének a húga volt. Oké, akkor az lehet. Mi van akkor, hogyha azt mondja valaki a feleségének, legyél tőlem elválva, és legyél megengedett minden férfi számára, kivéve a húgod férjét. Ugye a húga férjével jelen pillanatban amúgy se tudna létrejönni a házasság, de ha a húga, ne agyisten, meghalna, akkor létre tudna jönni a házasság. Akkor ez most visszatartásnak számít, vagy sem? Hástam ilyen loj házelé, hogy dilmezjem, de massza a hajszöve házelé. Most jelen pillanatban nem tud létrejönni a házasság, de a jövőben esetleg meghalna a húga, akkor létre tudna jönni a házasság. Amin lejét, én össze levedem, hogy havi nevedem, hogy havi nem javidem, hogy Megájré, azt mondják, oké, itt is tudod, mivel próbálom neked ezt hasonlítani? A szolga és a pogány. Most nem tud létrejönni a házasság, de a jövőben lehet, hogy betérnének, és akkor létre tudna jönni a házasság, és mégis mit mondtunk, hogy ez nem számít visszatartásnak. Azt mondja, megint csak, ez nem ugyanaz az eset. Miért? Érdekes. Gérusz laj shicha, misza shicha. Mert a betérés ez nem egy tipikus dolog, de az, hogy valaki meghal, az egy tipikus dolog, sajnos. Mindenki egyszer meghal. Már csak az a kérdés, hogy ki fog meghalni előbb. Ő vagy a sógora. Hogy mondod, szolgát, nem szokták felszabadítani. Nem tipikus. Hogy? Az egy külön kérdés, hogy hogyan lehet, hogy Jákob elvette Leát és Ráhelt. Ez egy hosszú test, hosszú... Igen. Oké. Mi van akkor, hogyha a következőt mondja neki? Hucmiznuszáik. Legyél tőlem elválva, és legyen minden férfire szabad, kivéve a paráznaságot. Most ugye, Máu, Benissiun, Halla is ér, hogy Dilma sírbe bia? A házasság szempontjából itt nem tartott vissza semmit. De a nemi élet szempontjából igen. Mi számít visszatartásnak? A házasságból, ha visszatart, vagy a nemi életből tart vissza? Az, amely lejteni szülából a vég. Azt mondja, akkor jó kérdés. Van, nézzük meg, amikor azt mondja neki, kivéve az apádat, vagy az apámat. Ott miről van szó? Bömáj, illém van nézni szülából a vég, vagy nézni szülő, el a láb, ez nusz, lából a vég. Udala is ér. A láhes ér. Azt mondja, az apánál nem lehet szó házasságról, csak paráznaságról lehet szó. És mit mond, hogy ez nem számít visszatartásnak. Akkor itt is, ha csak annyit mond, hogy a paráznaság szempontjából, akkor nem visszatartás. Azt mondja, nem. Dilma minis szűn, de avad vinszív? Azt mondja, nem, mert még mindig lehet, hogy oda megy, és úgy csinál, mintha elvenné az apja. Akkor az mégis házasság, és ő ezt tiltja meg. Akkor lehet, hogy mégis, akkor ez nem egy jó válasz. Oké, következő kérdés. Hucz miselaik dárka. Máu beke dárka halló is ilyen, hogy Dilma miskivé isek szív. Mi van akkor, hogyha azt mondja neki, most már egyre mélyebbre megyünk. Azt mondja neki, legyél tőlem elvás, legyen minden férfire szabad, kivéve igen, most már finoman akarom ezt fogalmazni. Kivéve az anális közösülésre. Finom volt? A leg. Azt mondja neki, máu, beked átkalló is jöjjön, Dilma miskivé isek szív. Akkor ez most visszatartás, vagy nem? A visszatartás csak arra vonatkozik, hogyha tradicionális módon történik a dolog, vagy akkor is, hogyha nem? Lesz még egy pár izgalmas kérdés. Hucz mi a faraszned a rejek? Máu, és színvallal is jöjjön, hogy Dilma isekivé nem isek fenök szív. Mi van akkor, ha nem a nemi élettel és a házassággal kapcsolatos a visszatartás? Azt mondja, legyél tőlem elválva, legyél minden férfi szabad, de
a fogadalmak feloldásával kapcsolatban mi még legyen beleszólásom. Ugye, hogy férnek van beleszólása. Vagy mi van akkor, hogyha azt mondja neki, akkor itt is az a kérdés, a visszatartás az csak a nemi életre vagy a házasságra vonatkozik, tehát a házasság nemi élettel kapcsolatos ügyére, vagy bármire. Vagy hasonló módon azt mondja, hogy hucz mitra mai szájék, benne szújn halló is ilyen, hogy ilyen, kenjen kászpék szép, mi akkor, hogy azt mondja, legyetem elvárva, legyen mindenféle szabad, de a trumádat azt még, a trumát azt ehessed még, hogyha ő egy kohén. Ami egy válással megszűnne ez a joga, de tartsuk ezt még tartsuk meg. Vagy hucz mirus a szájék. Az örökséged. Ugye egy nő meghal, akkor a férje örökli. Legyél tőlem elválva, de az örökséged az még legyen az enyém, hogyha meghalnál. Vagy ugyanígy tovább, hogyha azt mondja, Hucz mikidu sájék be stár. Legyél tőlem félve elválva, legyél mindenféle szabad, kivéve, hogy okirattal nem házasodhatsz. Ugye, ahogy majd hamarosan fogjuk tanulni, a Kidusin traktátusban a házasságnak három módja van. Pénz, vagy ajándék, okirat, elhálás. Ugye ma az ajándékot használjuk, ez a gyűrű. De valaki azt mondja, legyél tőlem elvárni, legyél minden férfire szabad, mi bárkivel házasodhatsz, csak ne okirattal. Akkor ez visszatartás, vagy sem? Mi a minden esetben, amikor házasodom, hogy kezdve? Mondjuk-e azt, hogy úgy mi a? Hogy ez nem visszatartás, mert nagyon akarnak házasodni, akkor házasodhatnak pénzzel, vagy ajándékkal, vagy akár elhálással. Hogy Dilma Viace, vagy vissza Iszusa Veládadé, Tikó, vagy Ládadé. Vagy mégsem, mert azt mondjuk, hogy amilyen a válás, olyan kell, hogy legyen a házassága, hogy a válás okirattal történik, úgy kell, hogy a házasság is történhessen okirattal, és most ezt ő letiltotta, akkor az mégiscsak visszatartás. Oké, mi a válasz az összes kérdésre? Egy szó, Tékú. Majd, hogyha eljön a messiás, megtudjuk a kérdésekre a választ. Kedves barátaim, most rá fogunk térni a get szövegének az érdemi témájára. Gufoissel get, ha reát mu tereszle haladam. A get érdemi része a következő kell, legyen. Íme te meg vagy engedve minden férfi számára. Ez a legérdemibb mondat a getben. Reb Judah szerint nem, ennél több kell, legyen. Nem elég ilyen szükszabúan megfogalmazni. Azt kell, hogy beleírni a getbe, és ez legyen neked tőlem egy elválasztási könyv, egy elküldési levél, egy feloldási válólevél, vagy feloldási szerződés, mostantól, hogy házasodhass minden férfivel, akit akarsz. Tehát jobban ki kell bontani az egészet, ilyen, nem ilyen szükszabban kell mondani. Különben ma a getben mind a kettő benne van. Benne van az is, hogy íme meg vagy engedve mindenkinek, és ez a hosszú szöveg is benne van, amit mondtam. Gufa is el get sikrul, hariát be charim, hariát látsz meg. Ha már szó volt a válólevélről, akkor Misna megjegyzi azt is, hogy mi az érdemi része a felszabadító levélnek, és azt mondja a felszabadító érdemi, már a szolga felszabadító levélnek, az íme te szabad vagy, íme te magadra vagy hagyva. Tehát a nőnél a válás az miről szól, hogy szabad vagy minden férfire. Egy szolgánál szabad ember vagy, hogy föl van szabadítva. Akkor azt kell beleírni. Oké. Psita amarla le istajára játbász hajlin le amarla iklum. És te hasonlítsuk össze a kettőt. Ha a feleségének mondja, íme te szabad ember vagy, az semmi. Miért? Mert most mindig szabad ember volt. Nem volt szolga. Tehát akkor ez nem számít válásnak. Ott azt kell hangsúlyozni, hogy ő szabad házassági szempontból, hogy bárki, bármilyen férfi, a házasod. Amar esif hosszú járját mutat, ezt a haladom, lőj amar velejkom, ugyanígy fordítva. Ha a szolganőjének mondja, ímet tesz, házasodhatsz minden férfivel, az úgy, hogy nem felszabadító levél, mert nem ez a témája a kapcsolatuknak. Amar lele is árját látsz még máu. De mi van akkor, ha a feleségnek mondta azt, most már magadra vagy? Az kétértelmű, hogy az mit jelent. Akkor az érvényes vagy sem? Le gamre kamerla, hogy nem lacha kamerla. Úgy értjük, hogy magadra vagy, hogy teljesen magadra vagy, tehát nemi értelemben is, házassági értelemben is, vagy csak arra gondolt, hogy a munka szempontjából. Ugye van egy megállapodás egy férj és egy feleség között, a normál megállapodás az, legalábbis a Talmud időkben, hogy a
férj ellátja a feleséget, és a feleség, amit keveset megtermel, az a közös kasszába a férj fennhatósága alá kerül. És amikor azt mondja, maradj magadra, akkor azt értette, mostantól dolgoz magadnak. Én nem veszem el tőled, de nem is adok neked. Hogy? Külön kassza. Amely leira vinna le vási, azt mondta le vinna le vásinak, nézzük csak meg. Tass már, de nem gufé, zsöget, csinálj, mert szkányát látsz még. Már, de kani le gufé, ki amely leira látsz meg, kani gufé. Isted le, kani gufé, lői kalsöke. Azt mondta le vinna, nézzük csak meg. A mi istánkban mi van? Azt mondja, a misnánk úgy fogalmazott, hogy mi az érdemi része a szolganő felszabadító levelének, maradj magadra, te magadra vagy. Most, ha a szolganőnél a magadra vagy egy teljes felszabadítást jelent, pedig a szolganő vagy a szolga jogstátusza sokkal enyhébb, mint egy nőé, mert ő neki az egész lénye tulajdonképpen alá van rendelve az urának, és ott, amikor azt mondja, hogy magadra van, az, vagy, az egy teljes felszabadítás, akkor egy nőnél, ahol az ő lényege nincsen a férjnek rendelve, a nemi viszonyban vannak, van hozzá kötve, akkor ha azt mondja, hogy magadra vagy, akkor pláne, hogy az érvényes legyen, az pláne, hogy felszabadítsa, vagy elválást jelentsen teljesen. Amen leira vin levási, amen lávdaj, enli eszek bach, mahu. Akkor tovább fokozták a kérdéseket, és azt kérdezték, oké, akkor most nézzük meg, mi van, hogyha a szolgájának azt mondja, semmi közöm hozzád a továbbiakban. Akkor az felszabadítás, vagy sem? Amel Rafhani levási, amel Rafhani mechazun levási, Tasmár azt mondta Rafhanin, mások szerint Rafhani mechazó. Nézzük csak meg a következő brájtát, és abban meglátjuk a választ erre a kérdésre. De Tánia, Möjk Rávdai levét ki, Hamim, Nyolcadik Heirusz, de Czarir egy síkő, mi rábad is, tanultuk már ezt a brájtát. A brájta úgy szól, ha valaki, ugye a Kánaánit a szolga, kötelessége a Tóra bizonyos szabálynak a megtartás. Ez egy ilyen félig betér státusz, hogy már többször tanul. Ha felszabadítja a szolgát, akkor azzal teljesen betér a szolga. Ugye teljesen zsidóvá válik. Szabad emberré és zsidóvá. Tilos eladni egy szolgát, egy kánitát a szolgát egy pogánynak. Miért? Mert nem fogja tudni megtartani a Tóra szabályt. Ezért azt mondták a rabbi, hogy onnantól fogja eladta a pogánynak, már nem lehet vissza szolgaként venni, és fel kell szabadítani, meg kell próbálni meg visszavenni a pogánytól, és fel kell szabadítani. Tehát ez a büntetése annak, aki megszegi azt, hogy pogánynak nem szabad eladni egy szolgát. És mit tanultunk ennek kapcsán? Hogy ugyan felszabadul az illető, de ettől függetlenül kell neki adni egy felszabadító levelet. Hát önmagában azzal, hogy eladta a pogánynak, még nem szabadult fel a szolga, csak a rabbi kötelezik, hogy adjon neki egy felszabadító levelet. Vissza kell vennie, és adnia kell neki egy felszabadító levelet. Amrem simingam nélben, medvrem nem simingam szolgál, ajnaj. A kasszava, ajnaj, zeus sikrúraj. Erre azt mondta, de Simon ben Elazar, de Simon Gamliel, mikor igaz az, hogy kell még külön írni egy felszabadító levelet, akkor, ha nem írt rá egy szerződést, amikor eladta a pogánynak. De ha írt egy szerződést, és abba beleírta, eladlak a pogánynak, és teljesen magadra vagy, én nekem már semmi közöm hozzád, akkor az önmagában már egy felszabadító levél. Tehát a jövőben, amikor majd kiváltja, kifizeti az árát a pogánynak, nem kell még egy felszabadító levelet írni, mert az, amit beleírt a szerződésbe, amivel eladta a pogánynak, azzal már felszabadította. Májai noj, amerev se is ez, de kasszolik is, hogy tivrach menne, én leszek bach. És mit jelent, mi a szerződés? Ami az, amiben azt írta le, eladlak ennek a pogánynak, és hogyha ha elmenekülnél tőle, semmi közöm hozzád. Akkor mit látok? A semmi közöm hozzád, az egy felszabadítás, hiszen nem kell még egy felszabadító nevet írnia. Oké. Okay. Most nézzük meg a érdemi vitát Rabbi Yehuda és a Tana Káma között. Tana Káma azt mondta, hogy elég annyit mondani a getben, vagy annyit írni a getben, hát réátmú tereszle haladom. Íme te szabad vagy minden ember szám, minden férfi szám. Jött Rabbi Yehuda, és azt mondja, nem, ez nem elég. Bele kell írnia. Bele kell írnia, és legyen ez neked, tőlem, egy elválasztó könyv, egy szétválasztó levél, egy felszabadító szerződés, mostantól, hogy házasodj minden férfira, akit akarsz. Ezt mondta Rabbi Yehuda, tehát ki kell fejteni. Mi a vita? Mi a vita elvi része? Miért vitatkozik Rabbi Yehuda, és mondja, hogy ilyen bőlére eresztve kell kifejteni, és nem fogadja el azt, amit a bölcsek mondanak,
hogy elég csak annyit mondani, ímetter szabad legyen minden férfire. Májkem inflengére, banasz fel, dám, sejn, mely kihöz, hávén, dám. Báfagám, de lék, asszem, la, dan, muhaha, milszed, behá, gitak, amely gáresla. Mert mi húda szavar, a dám, sejn, mely kihöz, lej, hávén, a dám, dám, de lék, asszem, la, dan, de muhaha, milszed, behá, gitak, amely gáresla. Ával lék, asszem, la, dan, amin, hogy dúlunk, sejös, vagy stára rájba állnak. Miért? Kicsit meg kell értsük az elvi részt. A Tóra, vannak bizonyos jogviszonyok, amelyek esetleg egy mondással jönnek létre, és egy mondással szűnnek meg. A házasság az nem egy mondással jön létre, és nem is egy mondással szűnik meg. Hogy jön létre, arról most nem fogunk beszélni, de mindenképp a Tóra hangsúlyozza, hogy a házasság egy vállólevél, egy dokumentum révén szűnik meg. Tehát én mondhatom mától holnapig, hogy te nem vagy többet a feleségem, el vagyunk válva, amíg nem adok át egy dokumentumot, ami a vállólevél, addig a válás nem jön létre. Ha én azt írom be a vállólevélbe, hogy íme te el vagy tőlem válva, és azt mondom neki, tessék, itt a vállólevél, el vagy tőlem válva, akkor a bölcsek szerint ez teljesen rendben van. Miért? Mert össze lehet kapcsolni a két dolgot. Van egy dokumentum, amiben az van benne, íme el vagy tőlem válva. És volt egy szóbeli cselekmény, íme itt a vállólevel, el vagy tőlem válva. És mindenki érti, hogy ez a papír, ez maga a vállólevél. Ne, átadta. Átadta a vállólevelet, csak nincs beleírva, hogy és ez a vállólevél. Csak azon belé... Magyarul, van egy levél, amit ha megnézek, akkor az, hogy te el vagy tőlem válva. De nincs beleírva, hogy ez a vállóleveled. De azt tudom, hogy ez a vállólevel, mert a kontextus megvolt. A kontextus mi? Hogy amikor odaadtam, akkor azt mondta, figyelj, el vagy tőlem válva, szevasz. Akkor mindenki érti, hogy ez egy vállólevel. De ezt úgy hívjuk, hogy a daim se einem mühichesz. Egy utalás, ami nem 100% erős utalás. Miért? Mert ha valaki ezt megnézi, akkor lehet, hogy csak leírta, el vagy tőlem válva. Most, ha leírom egy papírfesz, hogy el vagy tőlem válva, és nincs kontextus, akkor ez nem egy vállólevel. Mit mond erre a Júda? Nem elég. Bele kell írni. És ez a vállólevél. Mondja, hogy egyértelmű legyen, nem csak a kontextusból, hanem magából a dokumentumból egyértelmű legyen, hogy ez a vállóleveled. És ezért mondja, hogy nem elég, hogy beleírod, íme szabad legyen minden férfira, hanem bele kell írni, és ez legyen a te vállóleveled, és az elválasztó könyved, és a felszabadító szerződésed, és hogy most hogy a szövegben benne legyen, hogy ez egy vállólevél. Oly? Igen, igen. Hogy nem csak az van leírva, és eladom neked a lakást 150 forintért, hanem ez egy, az a neve, van egy neve, hogy adásvétel egy szerződés, és rögzítjük, hogy ez az. Igen. Mert ha nem így lenne, akkor azt gondolhatnánk, hogy valójában a válás szóban történt, ami nem érvényes, és a szöveg az csak egy leírása annak, de nem maga a vállólevél. Oké, kedves barátom, még egy 10 percünk van, vagy egy 5, és most pár nyelvi dolgot fogunk tanulni, hogy hogyan kell írni bizonyos szavakat a getben. Kicsit nehéz lesz lefordítani, mert olyan nézben arámi ilyen... Tehát mindegyik példa, amit mondani fogunk, az arról szól, hogy egy bizonyos szó, ha nem jól van, ha nem az itt leírtak szerint van betűzve, hanem más helyesírással van betűzve, akkor félreérthető lehetne, és ezért nagyon kell ügyelni, hogy az itt leírtak szerint legyen betűzve. Menjünk sorra. Azt mondta Abája, ha valaki ír egy gettet, akkor a következőt tartsa szem előtt. Ne azt írja, hogy vedin, amikor azt mondja, és ez legyen, az arámjul vedan, az ez, az dan. De ha úgy írja egy, nem dan, hanem dén. Dén. A dén, azt lehet juddal írni, meg lehet jud nélkül. De ha juddal írja, akkor ezt lehet, hogy úgy fel kell olvasni, mint egy héber szó, hogy törvény. Arámiul azt jelenti, hogy ez, héberul azt jelenti, hogy törvény. Ezért írja jud nélkül, hogy egyértelmű legyen, hogy az azt jelenti, hogy ez. Lajlichtavi geresz, de másmai geresz, elei geresz. És ne azt írja, hogy amikor azt mondja, hogy váló levél, akkor ne juddal írja. Mert akkor
úgy hangozhat, hogy igeres, ami arámiul valami azt jelenti, hogy tető, hanem írja jud nélkül, és akkor mindenki számára egyértelmű, hogy ez a héber szó igeres, ami levelet jelent. Különben azt kell tudni, hogy a get szövege az egy ilyen kevert héber, egy zsargon, tehát egy zsidó arámi. Azt jelenti, hogy a szöveg egy része arámi, egy része héber, és ezért vannak ilyen rokon szavak, és vannak olyan szavak, amelyek héberül ezt jelentenek. Arámiul azt, ezért kell odafigyelni, mindenki értsen, ez most nem az arámi igeresz, ami azt jelenti, hogy tető, hanem a héber igeresz, ami azt jelenti, hogy levél. Lőrik tav lima hach, de másma lima hach, és ne azt írja, amikor azt mondja, hogy mostantól, hogy lima hach, mert akkor az úgy hangzott, egy juddal, mert akkor az úgy hangzott, hogy azt mondaná, hogy és tőlem mostantól, hanem csak az legyen, hogy lemehach, ami mostantól. Lajlichtov lemehach, de másfél hucha, és arra is ugye, hogy nehogy ilyen magyarosan úgy írja, hogy lemehach, hanem lemehach. Miért? Mert a lemehach az úgy hangzott, mint hogy azt mondja, egy vicc. A chichucha az azt jelenti, hogy vicc. Ditte hábjan, ditte cávjan, tlassa, tlassa judin, de másfél te hábjan, te cávjan, amikor azt a két szót írni, dide cávjan, hogy minden férfi, akit akarsz, aki lesz, akkor azt három juddal kell írni, és nem kettővel. Mert hogyha kettővel írná, akkor úgy hangozhatna, mint hogyha azt mondanánk, nem, mint ha nem azt mondaná, hogy bárkivel, akivel akarsz, hanem házasodhatsz, hanem úgy hangozhat, úgy lehet olvasni, mint hogyha azt mondaná, hogy bárkivel, aki majd lesz. És ezért ezt egyértelműen kell, és ezért három judot kell írni. Oké, még egy dolog. Lurchen lavab de tiruchin, lavab de sevukin, de másma trichin, és svichin. Vannak bizonyos vavok, amiket nagyobban kell írni a várólevélben, hogy nehogy judnak olvassuk, és félrehetető legyen a szöveg. De kadú, de másmó kadé, velőlichtav linsz, és a kadú, azt is a vavot nagyobbá kell írni, hogy a, és ezzel arámjul, nehogy úgy hangozzon, hogy annak érdekében héberül kadé. De másmó kadé, velőlichtav linsz nászba, de másmó lőjjisz nászba, ellele hisz nászba, és azt, hogy amikor azt írja arámjul, hogy házasodhass bármilyen férfél, akkor az lehisznászba, azt ne ível írja, mert az úgy is lehet adás, hogy ne házasodj, hanem úgy írja, hogy lehisznászba, hogy házasodni. Oké. Okay. Magyarul a get írásánál nagyon kell ügyelni arra, hogy a szöveg, az írott szöveget, ha valaki felolvassa, akkor még véletlenül se tudja félreolvasni, és valami más jelentést adni a get szövegének. Keverje az arámit a héberrel, és esetleg egy szó, ami arámiul, ha így van olvasva, akkor ezt jelenti, ha héber olvasva, úgy van olvasva, vagy akár a héberen belül, hogyha kicsit is rosszul van írva, akkor oké. Okay. Hallottam egyszer egy szép anekdotát. A szöveg, a get szövegében az van, be enos lo yimche be dai, enos lo yimche, hogy a férfi mondja, hogy és legyél tőlem elválva, és legyen mindenféle szabad, és ez legyen a te várólevelet, bla 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 bla, és semmilyen férfi ne legyen tőled visszatartva mostantól. De enos lo, férfi, ne legyen visszatartva tőled. És egy magyar rabbi azt mondta, ezt a két szót nem szabad, vannak szavak, amiket nem szabad egy sorba írni a getben. És azt mondta, ezt a két szót nem szabad egy sorba írni, mert akkor úgy lehetne olvasni a szöveget, de enos, ló. A férfi, az egy ló. A ló, az azt jelenti, hogy ne. De magyarul azt jelenti, hogy egy ló. Akkor ne írjuk egy sorba, hogy nehogy félrehetető legyen. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. A legjobbakat kívánom addig is a viszontlátásra, viszont hallásra.